Ahhoz, hogy egy intézmény megkapja a Boldog Iskola vagy Óvoda címet, legalább egy olyan pedagógusuk kell legyen az intézményben, aki elvégezte a Jobb veled a világ alapítvány boldogságúra képzését. Az intézményeikben majd minden tanár részt vett ezeken, a többnyire akkreditált képzéseken. Ezek a gyerekek szeretnek iskolába járni, ami azért fontos, mert manapság inkább otthon lennének, és az okostelefonokat néznék, és internetezdenek, tiktokoznának, ha tehetnék éjjel-nappal. Viszont azok a gyerekek boldogságórán vesznek részt, azok szeretnék és akarják is, hogy minél tovább legyünk iskolában, játszunk azokat a feladatokat, amiket a boldogságóra tematikája előír, illetve segítségnyújtásként adja a számukra. Olyan játékos feladatokat kapnak, amin keresztül nő az önbizalmuk, az egymás iránti felelősség tudatuk, a szeretetük, úgyhogy mindenképpen csak a pozitív oldalát tudjuk megerősíteni mi is, és most már a gyerekek is, akik akár 4 éve vesznek részt ebben a programban. Penészleken és Encsencsen 240 általános iskolás, javarészt hátrányos helyzetben lévő tanuló vesz részt a foglalkozásokon. Olyan témákat dolgoznak fel, mint hála, az öröm, a megbocsátás vagy az optimizmus. A boldogságúra feladatai nagyban segítik a szülő-gyermek kapcsolat otthoni ápolását is. Vannak olyan feladatok is, hogy például a boldogságúrán keretek belül a hálaadás, és olyankor vagy levelet, vagy képeslapot, vagy rajzot, vagy verset kell készíteni, és nagyon sok esetben a szüleiknek készítenek a gyerekek a tanítási óra keretén belül, és amikor hazamennek, akkor boldogan átadják azt a rajzot, vagy akár azt a verset, amit ők maguk készítettek hálaadásképpen a családjuknak. Hajdu Henrietta tanulót is jelölhetett boldogság nagykövetnek. Berna Bianca maga is vágyott erre a címre, mivel 3. osztályos kora óta vesz részt a programban, és nagyon élvezi ezeket az alkalmakat. A boldogság óra keretében nagyon sok diák van, itt például az egész iskola. 3. korom óta járok erre az boldogság órára, és azóta nagyon sok jegy javult, nincsenek bukások. És az osztály így együtt lehet, sokat nevetünk, megbeszélünk mindent, és így sokkal jobban összekovácsolódik így az osztály, meg így az egész iskola. A boldogságórák célja nem az, hogy problémamentes életmodellt állítson a fiatalok elé, hanem hogy utat mutasson az óvodásoknak, iskolásoknak, hogy könnyebben nézzenek szembe a kihívásokkal. A gyerekek eszköztára bővül a tekintetben, hogy hogyan oldják meg a problémáikat, valamint lehetőséget ad a testi-lelki egészségük megtartásához.